Kedves nézőink, Önök a Bicskei Televízió híradóját látják, nézzük mai műsorunk tartalmát. A Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola udvarán bokrokat, fákat ültettek. Új járművekkel gazdagodott a Bicskei Tűzoltóság állománya. A szülőföldünk helytörténeti klub témája a zsámbéki német nemzetiség volt a Nagykárolyvárosi Könyvtárban. Ritka pillanat címmel nyílt kiállítás Kósa Klára keramikus művész és Simon Ilona könyvtervező művész alkotásaiból a Petőfi Művelődési Központban. Citrus Noémi üvegekre fest. Háromgoros győzelmet alatott a BTC Zalaegerszegen. Sziasztok! Kéri Gabi vagyok. 10 millió fa alapítványtól jöttem, és hoztunk nektek 10 fát. Gondolom, hogy amikor itt nyáron kint vagytok az udvaron, akkor jó melegetek szokott lenni. Igazam van-e? Igen. Sőt, a nap nincs egy darab fa, sem nem tudtok árnyékba vonulni. Most hoztunk nektek platánfákat, amik jó nagyra meg fognak majd nőni. És nem csak azáltal fog egy kicsit hűvösebb lenni az udvar, hogy be tudtok vonulni az árnyékába, hanem, mint tudjátok, a fák párologtatnak és a párolgással hőt vonnak el, tehát a fa alatt eleve hűvösebb van. A KNTH nagy gondot fordít arra, hogy a fenntartható fejlődés célzó intézkedéseikkel óvják a bolygót. Szertágazó társadalmi kezdeményezéseikkel szeretnék felhívni a figyelmet a környezetvédelemre, és tenni azért, hogy a jövő társadalma egy élhető környezetben terjedhessen ki. Ennek jegyében indult el 2022-ben a KNTH Hűsítő Ligetek program, amelynek célja, hogy fák és bokrok ültetésével növelje a zöld növényzetet az oktatási intézmények udvarán, megismertetve a gyermekekkel azok jótékony hatásait, és hozzájárulva a környezettudatosságra neveléshez. A programra az oktatási intézmények pályázati úton jelentkezhettek, összesen 487 intézmény nyújtotta be igényét udvarak kizöldítésére. A KNTH Hűsítő Ligetek program keretében 2023. májusáig 100 iskolában, óvodában és bölcsödében összesen 555 fát és 1100 cserjét ültetnek el, így a gyerekek néhány év múlva lombos fák árnyékában játszhatnak, pihenhetnek. Emellett a növényzet árnyékával és párolgásával csökkenti az udvar hőmérsékletét, és több állatfajnak is otthont ad. A program a 10 millió fa alapítvány együttműködésével valósult meg. A KNTH alapítvány meghirdette a Hűsítő Ligetek projektet tavaly októberben, és ennek keretében 100 intézményben fogunk 555 fát és 1110 cserjét elültetni. És a KNTH alapítvány a támogatója ennek a projektnek, és a 10 millió fa alapítvány pedig a projekt lebonyolítója, kivitelezője. Jelenleg ugye itt vagyunk a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola udvarán. Mit is hoztatok ma pontosan? 10 fát hoztunk, szomorú fűzeket és platánokat, és ezek mellé pedig mirtusz loncokat fogunk még ültetni. Hogy látod, ugye volt ennek az egésznek országosan nyitó rendezvénye, milyen visszajelzések érkeztek hozzátok ez idáig intézményekből? Nagyon-nagyon örülnek mindenhol, ahol visszük a fákat. Az első ültetésünk az Budakalászon volt egy ottani iskolában, oda is vittünk rengeteg fát, oda 20-at egyébként, és mindenhol, ahova mentünk, mindenhol óriási örömmel fogadják, ugye árnyékot fogunk biztosítani a gyerekeknek az udvaron, és ez környezeti neveléssel is összekapcsolódik, mert ilyenkor mindig beszélünk egy kicsit a gyerekeknek a faültetésről, a klímaváltozásról és az egyebekről. Március 13-án a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Szent István úti tagintézményének udvarán helyezték el a növényeket. Újabb két járművel bővült a Bicskei Tűzoltóság járműparkja. Egy létráskocsi és egy motorcsónak érkezett hozzájuk a napokban. A magasból mentő jármű Németországból érkezett, két kosár hordágyat is kaptak hozzá ajándékből. A magasból mentő maximum 30 méteres tartományból képes tűzoltósági és életmentési feladatokat ellátni. Hát az eredetet igazából fejlődés miatt lett beszerezve, külső forrásból, hogy így mondjam, tehát nem a tűzoltóságtól, hanem mondjuk így, hogy ilyen névtelen adomány, vagy inkább hozzájárulásnak mondanám, lett egy új magasból mentő, mi ugye sajnos az van, hogy favágásból tartjuk fönn ugye a tűzoltóságot. Innentől kezdve a régi létraszert ugye sajnos most már szét kellene szednünk nagyon régóta, viszont a riaszthatóságot fent tudjuk tartani, így a korábban beszerzett létra lesz a bérmunkás létránk, és ugye ez lesz a vonulós létraszer. Németországból hoztátok, nem titok. Beszéljünk egy kicsit ennek a körülményeiről, hogy honnan is, illetve milyen távolságból. 1228 kilométerről Celléből hoztuk a létrát, az ottani tűzoltóságnál vált ez effektíve fölöslegessé. És van egy vízi jármű is. Van egy vízi jármű is, igazából ugye
mindenki mondja, hogy nem nagyon van értelme a Bicskére, ugye, hogyha kicsit körülnézünk, akkor viszonylag sok tó van itt a környéken. Olyan évente egy, két évente, mondhatom inkább, hogy három, vagy évente másfél olyan riasztásunk van, ami a tóval, tavakkal kapcsolatos, és innentől kezdve ugye nagyon sokszor probléma volt, ugye, hogy jutunk be a tóra, milyen járművel, és ugye ebben az irányba is elkezdtünk fejlődni egy kicsit. Mennyi ennek az átfutási ideje, mikor már szolgálatba tudjátok állítani járművet? Hát az átírások meg az engedélyek mire meglesznek, körülbelül egy hónap múlva lesznek riaszthatóak a gépjármű is, meg a csónak is. A vízi jármű pedig a vízből való mentéshez elengedhetetlen. Köszönjük Polgár Viktor elnök úrnak, hogy mindig fejlődik a Bicskei tüzelőség. Március 17-én a Nagykárolyvárosi Könyvtárban került sor a Helytörténeti Klub újabb előadására. Az érdeklődő közönség a zsámbéki német nemzetiség múltjába és máig élő hagyományaiba nyerhetett bepillantást. Hát elsősorban ugye a zsámbéki német nemzetiség lesz a fókuszban, de természetesen Zsámbéknak a múltját is be fogom egy előadás keretében mutatni, hiszen azért a kőkortól kezdve lakott a település és környéke. Nagyon izgalmas az, hogy hogyan jutottunk el odáig, hogy 1712-ben az icsi grófok behívják a németeket, és hogy mi volt ennek az oka, mi az, ami miatt ugye fontos volt magának Zicsi Péternek is, hogy jöjjenek német telepesek, hiszen természetesen Zsámbék is a török harcokat megszenvedte, de volt valamennyi magyar református lakosság, és katolikus rácok is éltek még ott. Beszélni fogok arról, hogy mik azok az unikális néphagyományok, amelyek megmaradtak Zsámbékon. Zsámbékot azért elég erősen érintette az elüzetés, tehát 1946-ban a lakosság 95%-át űzték el Németországba, és ez azért egy nagyon nagy vérveszteség volt magának a településnek, tehát a 60-as évekig nem is tudott normalizálódni sem a kultúra, sem az emberi kapcsolatok, azért ott nagyon sok volt akik jöttek, és a régi lakosságra rálettek telepítve egyházban kellett élni is akár, vagy voltak olyanok is, akiktől elvették a családi házukat, és mások költöztek oda be. Ezek a feszültségekhez vezettek, ezt ki kell mondani. Ez aztán később természetesen normalizálódott, és aztán újból tudott felvirágozni a település. Nehéz volt a kommunizmus ideje alatt fenntartani és megtartani a zsámbéki sváb hagyományokat, ugyanígy a dialektust, a német dialektust. Az a pár száz, tehát itt azért maximum 300 német nemzetiségű ember maradhatott Zsámbékon. Ezt tudni kell, hogy ahhoz képest, hogy körülbelül 3500-700 ember az, akiket elűztek, ahhoz képest ez a 300 azért egy nagyon kis mennyiség, nagyon kevesen tudtak megmaradni, és féltek is természetesen. Nem lehetett az utcán nyíltan németül beszélni, nem lehetett a hagyományokat nyíltan őrizni. A templomba jártál, azért ezt följegyezték, megjegyezték az iskolában is, azért ez hátrány volt az oktatásban, tehát nehéz időket éltünk, de ezek a hagyományok aztán a 90-es években segítettek újra fellendíteni azt a német közösséget, ami nagyon erős volt ebben a 300 évben, és hát azért a zsámbéki medencében mondhatjuk, hogy egy olyan közösség volt az a sváb közösség, amely ott élhetett, amely értéket tudott adni a magyarságnak is az átadás átvételen folyamán, és hát azért ezek a hagyományok, mint például a húsvéti harmadszedés. Azt azóta őrizzük, mióta a betelepítés volt 1712 óta, hiszen ennek a gyökerei még dél-német területekre vezetnek, amely az anyaországból való eltelepítésre utal, hiszen ott még fellelhetők ennek a gyökerei, és hát azért ez csodálatos dolog belegondolni, hogy húsvétnak szent reggelén a napfelkelte előtt felmegyünk a Kálvária dombra, és ott ugye Jézus Krisztus köszöntjük, és hát keresztet vetünk azzal a harmattal, amit ott találunk a Kálvárián. De hát nagyon sok olyan hagyományt tudnék említeni, ami fantasztikus, és tényleg unikális, és Zsámbékon meg tudott maradni ez a Mária napi gyógynövénycsokorkötés, vagy akár a farsang temetés is, ami aztán tényleg itt a Pilistől kezdve a Budai hegyvidéken át hatalmas nagy tradíciója van, és a mai napig őrzik fiatalok, tehát ezek is nagyon
értékes dolgok, és az a fontos, hogy a fiatalok is megértették ennek a lényegét, és ők maguk is ugye a Lochberg regionális társcsoportban, ők is óvják, és tényleg élik, és magukra alakítják ezeket a hagyományokat, és ez a fontos, hogy bármennyire is ugye ezek 300 évesek, de a mai korban is ezek élhető dolgok, ezek megélhetőek, és bárki be tud kapcsolódni, akinek ehhez van egy kis szeretete vagy érdeklődése ezek iránt. Fuk Szandra Titanilla, a Folkró Világkupa ezüstérmes, országos hírnevű, valamint többszörösen díjazott Lochberg regionális táncsoport vezetője tartott előadást. Harmadikó 18-án 3 óra 18 perckor került sor a Petőfi Művelődési Központban Kósa Klára és Simon Ilona Ritka Pillanat című kiállításának megnyitójára. Az intézmény kiállításaira jellemző, hogy több művészeti ág fúziója kelti életre az alkotásokat. Most a kerámiák és a könyvek kölcsönös vonzalma elevenedik meg és tárult elénk. A kiállítást Batthyány Schmidt Margit, a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke nyitotta meg. Ha megengedik, akkor a családommal kezdeném, és most vagyok itt Bicskén, úgymond hivatalosan szerintem harmadszor, és azt kell rólam tudni, hogy az édesanyám Mányról származik, és vannak családtagok, akik Bicskén élnek, Rozovics Márkon, öcsi, mindenki így ismeri. Sajnos ide, hát már csak hozzájárunk, de természetesen a Batthyány utcában lakik, és hát sajnos a temetőbe is járunk. A következő pedig, hogy miért vagyok itt Klárával és Ilonával. Klárával már ez a negyedik alkalomunk, hogy együtt vagyunk ilyen kiállításon, amikor a művészetről beszélünk, és Ilonával pedig a harmadik alkalom. És azt is elárulom, hogy ha már itt bemutattuk Torda Mártát, aki a Magyar Női Unió, ami a vidéki nőkkel foglalkozik, és a vidéki nők által a vidéki családokkal, ő az alelnöke, vagy a Klára is oszlopos tagja, és az elejétől kezdve támogat minket, sőt, olyanokat is csinálunk, hogy adventre készítünk kerámiákat, amelyeket jótékonysági célokra felajánlunk. Hát és a harmadik pedig, hogy miért vagyok itt, ha lehet mondani, a Batthyányi családot is képviselem, nem csak a Magyar Női Uniót, és hát azért itt van a kastély, a Batthyányi kastély, amelynek az utolsó Batthyányi tulajdonosa az Batthyányi Gyula volt, a festőművész, aki a fővárosnak adta el a kastélyt. És hát itt van ez a templom, a katolikus templom, amelyhez megint csak Batthyányiakhoz, amely megint csak Batthyányiakhoz köthető. Van egy kis beszédem, ha megengedik, akkor ezt felolvasom. A percet lásd meg, míg el nem repül, mert életünkben ritka pillanat kínál nagyon jelentős. És látom a percet, köszönöm a felkérést, mert tisztelő és örömteli Kósa Klára, keramikus művész, és Simon Judit, igen, ez itt, könyvtervező művész kiállításán beszédet mondani. Elnézést kérek, Simon Judit. Van ebben a meghívón szereplő Schiller idézeten egy jókora Carpe Diem. És aki Kósa Klárát ismeri, az itt és most jelentősége és jelentősége egyértelmű. Simon Ilona, grafikus, tipográfus, könyvtervezőművész, tipográfusként nyomtatott könyvet és újságot tervez, aki mindig örül a konkrét feladatoknak, de a kísérletezés is fontos számára, aki vallja, hogy ha bár az írás régóta a gondolatközlés kifejezésére szolgál, kivételes alkotói élmény. Ha a betűk szubjektív használatával ezen az alapjelentésen túl sikerül átadni egy-egy számára fontos belső vízió üzenetét. Mi is az a belső vízió? A művészet lényege. Ez rejlik ebben. Paolo Sant'Arcangeli a Betűk mágiája című könyvében a következő szerepel. A betű szent. Az írás inkább isteni, mint emberi találmány, ugyanis kellő képzelőerő hiány istenének nevezzük mindazt, ami már-már hihetetlen tökéletességével szinte meghaladja az ember mértéket. A betűkkel mindent el lehet érni. Simon Ilona, ahogyan magáról vallja, ezért szeret a szavakon túli jelentésű személyes üzenettel bíró tiposz posztereket készíteni. A fenti könyv alcíme egyébként a következő.
elmélkedés a 25 variáció a jelekről, jelentésükről és a szimbólumokról. Csak ezért emelem ki, mert jelekről, jelentésértékelő szimbólumokról bőven lesz még szó. Ilona a könyvvel való kapcsolat egyik másik speciális, izgalmas értelmezéséhez is közel került. Egyedi, kis szériás könyvalkotásaiban a könyv önálló tárgyként fejezi ki a gondolatait. Itt a téma kifogyhatatlan. Irodalom, történelem, vallás. Ezen az úton tovább haladva, de más a kizökkenés vágya vezette őt a következő stáció, a könyvplasztikák felé. Engem is elvarázsol ez a folyamat, amikor egy ötlet, egy belső hang, intuíció és a gondolkodás által létrejön egy új dolog, ami a művész kezében nyeli el végső formáját. Ilona munkáival számos kiállításon vett részt itthon és külföldön is, tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének, a Tiposzalonnak, az a Magyar Tipográfusok Egyesülete és a Magyar Művészkönyv Alkotók Társaságának. Hósa Klára. Hósa Klára alapos ismerője Magyarország népi fazekasságának. Kutatta, gyűjtötte, feldolgozta a nagy fazekas központok jellegzetes tárgyait. Soha nem másolt, újat alkotott. Tárgyai felismerhetőek, míves, elegáns, egyedi kivitelezésükről. Évtizedek óta kutatja a népi kultúra jeleit, szimbólumait. Számtalan előadást tartott itthon és külföldön a magyar népművészet jellegzetességeiről, a magyar néprajz hatásairól és a szimbólumok világáról. Ez utóbbiról könyvet írt magyarul és angolul. A magyar reneszánsz világot kutatja, és a reneszánsz jelekkel egy új világba vezeti a művészetért rajongókat. Egy virág, egy levél, egy inda, meg annyi jel, szimbólum. Ismerni, tudni, továbbadni, nagy felelősség. Az örökségül kapott Kodály módszer vezet a magyar népi tárgyalkotó művészetben. Megérteni, felemelni, másolás nélkül tovább éltetni, újat alkotni. Simon Ilonánál már jeleztem, hogy lesz még szó bőven a jelekről és a szimbólumokról. Akik a művészet bármely ágában otthonosan mozognak, tudják jól, hogy Baudelaire írja. Jelképek erdején átvisz az ember útja, s a vendéget szemük barátként figyeli. Klárika, ahogy én ismerem és szeretem, kiállításai igazi társadalmi események. Megnyitói nagy tömegek élvezhetik a 21. században is élő magyar népművészetet. Különleges technikával készített képeivel a Kodály módszer előtt is tiszteleg. A tárgyalkotó művészetben utat mutat, tanulni, tudni, figyelni kell, másolás nélkül éltetni, tovább vinni a magyar népművészet örökségét. Munkásságot számol és díjjal jutalmazták, népművészet ifjúmestere, Pro Renovanda Cultura Hungáriája nagy díja, a népművészet mestere, Pro Urbe díj, Szentendre Tahitót falu díszpolgára, és idén, március 15-én kapta meg az a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét. Először a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja, 2020-tól pedig az akadémia levelező tagja. Az akadémiai székfoglalót a Pesti Vigadó Makovec termében tartotta etüdök agyagra. Szimbólumok a magyar népművészetben címmel, melynek keretében gondos kutató munkája révén a magyar népi művészetében használatos dekorációk jelentésének összességét foglalta össze. Ma a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusa, a népművészeti tagozat tagja. Kedvenc idézete: a világ egy Isten szőtte szőnyeg, melynek a visszáját látjuk itt, és még a legszebb perceinben a színéből is valamit. Reményik Sándor nyomán. Azt hiszem, Hósa Klára csodás alkotásain keresztül a szőnyeg színeit bizonyosan megpillanthatjuk. Ritka pillanatok ezek valóban, amikor szinte beszélő, zenélő, illatozó tárgyai összes érzékszervünkre hatnak, és valami ősi, isteni misztérium nyilvánul meg általa bennünk és velünk. Szeretem a művészetet, szeretem Hósa Klára tárgyait, azt az isteni kapcsolódást, mely keveset
meg adatik. Jelképek erdején ám visz az ember útja, s a vendéget szemük barátként figyeli, mondja Baudelaire. S a következőt hallja Klárika. Az életben mindig velünk vannak a jelek, szimbólumok, megyünk az utcán, táblák jeleznek, az interneten jelekkel örülünk egymásnak, sorolhatnánk estig. A jelekről eszünkbe jut minden, a művészet jelet ad, gondolatokat ébresztő, elgondolkodtató jeleket. A népművészet célja egy réges-régi jel üzenetének átadása a ma emberének. És a cél, hogy felismerjék ma is a múlt üzenetét. Ez a hagyomány őrzése. És a hagyományt nem kell ápolni, mert nem lehet. És a hagyományt nem másolni kell, mert a művészet ott kezdődik, ahol a másolás véget ér. A hagyomány a jó művész vérében van. A két kiváló művész vérében pedig tényleg benne van, mindenről eszünkbe jut valami csoda, valami érdekes, amit közölni szeretnének. Zenében ismerjük a Kodály módszert, tárgyalkotásban van Kósa Simon módszer, ezek az általuk alkotott tárgyak, imák. Amit csinálnak, az látványos, érdekes és szép. Lehet gyönyörködni bennük, s hogy szól Kant mondása? Szép az, ami érdek nélkül tetszik. Amit mutatnak, azt ismerjük, de jó látni az ő gondolataikat. Színes véleményük van az imákról, a hitről, a vallásokról, a himnuszokról. Véleményük van a világról, vélemények a színekről, számokról, zenéről, a mindenről. Sajátos stílusa van mindkét művésznek. Olvasni lehet az alkotásaikból. Szeretném a végén felolvasni ama többször említett Baudelaire verset, melynek címe Kapcsolatok. Templom a természet. Élő oszlopai időnként szavakat mormolnak összesúgva. Jelképet erdején át visz az ember útja, s a vendéget szemük barátként figyeli. Ahogy a távoli vízhangok egyberinnak valami titkos és mély egység tengerén, mely mint az éjszaka, oly nagy, mint a fény, egymásba csendül a szín és a hang, s az illat. Vannak gyermeki húst utánzó friss szagok, oboa édesek, zöldek, mint a szavannák, s mások, győzelmesek, romlottak, gazdagok, melyek a végtelen kapuit nyitogatják, mint az ámbra, mosusz, tömjén és benzoén. Test s lélek mámora zeng bennük ég felé. Zengjen test és lélek, mámora az ég felé a két művés csodás alkotásai, láttán, gyönyörködjenek a jelekben, a szimbólumokban, élvezzék a ritka pillanatok örömét, hiszen most, ebben a ritka pillanatban, Kósa Klára és Simon Ilona hozta el önöknek a szépséget, és kapcsol bennünket Baudelaire nyomán szabadon valami isteni felé. Az ünnepséget a Bokros Duó zenei összeállítása színesítette.
A program végén Bálint Istvánné polgármester asszony, Kósa Klára keramikus művésznek, illetve Simon Ilona könyvtervező művésznek a Bicske Akkor és Most című kiadványal köszönte meg a kiállítás létrejöttét. Úgy kezdődik az üvegfestés, hogy van egy sablon, tehát megrajzoljuk a sablont, rátesszük az üveget, és akkor kontúrral végig megyünk rajta, mivel az üvegfestés festék nagyon folyékony, olyan tinta állaga van, és hogy ne folyjon ki. Amikor megvan a kontúrozás, megvárjuk, hogy megszáradjon, és akkor kezdjük kitöltögetni, ilyen egyszerű. Citrus Noémi, mikor leül festeni, úgy érzi, a világ megnyugszik, szinte megáll körülötte. Autodidakta módon sajátította el az üvegfestés technikáját. Videókat nézett, folyamatosan kutatott, keresgélt, próbálgatta a pontozás technikáját, majd egy workshopon keresztül gyarapította a tapasztalatait. Pontozáshoz, díszítéssel csodálatos mandalákat kezdett festeni. Mivel is foglalkozol, honnan jöttek ezek a fantasztikus kézműves alkotások? 2007-ben voltam a Rotmiksa üvegfestő emlékházában, és ott fedeztem fel, hogy ilyen csodaszépek ezek az üvegfestmények. Akkor még nem tudtam, hogy létezik ez a technika napjainkban is, azt hideg üvegfestésnek hívják. Oldószeres festékkel szokták általában festeni, és akkor még nem, a Facebook elején volt, tehát akkor még fórumokon kommunikáltunk egymással, és volt egy üvegfestős fórum, és ott tanítgattuk egymást autodidakta módon. És eljutottam odáig, hogy mindent, ami üvegből volt, befestettem. És egyre gyakrabban kezdtem pontokat is tenni rá, és akkor feleztem fel, hogy létezik egy ilyen technika, hogy pontozott pontfestés, pontozott festés. Elvégeztem egy pár órás workshopot, és akkor azt is felfedeztem, hogy csodaszép mandalákat lehet a pontozott technikával festeni, és eléggé beszippantott, úgyhogy egy ideig az üvegfestést félre is raktam, és csak a mandalákat festettem mindenre. Hűtőmágnesek, most már kutya is van. És most visszatértem az üvegfestéshez, van egy díszpárnám, azt lemásoltam, és üvegre vittem. Ez még folyamatban van ez a dolog. Meséljünk egy kicsit azokról a témákról, amik közel állnak hozzád. A naív festészet. Van egy kedvenc amerikai kortárs festőnöm, Carla Gerard, és ő, az ő témái nagyon megihlettek, ilyen házikók, madárkák, fák, minél színesebb, annál szebb szerintem egy üvegfestmény. A másik meg a mandala, hát az beszippant. Azt képes vagyok órákig mozdulatlanul festeni. Lélekgyógyítás. Igen, az egy terápia, pontosan. Sokan csodálkoznak, hogy van erre türelmem. Hát nekem csak erre van türelmem. Noémi, mi az, amit szeretném én megvalósítani? Hiszen mondhatom azt, hogy már a csúcson vagy. Tehát ezek már tényleg annyira gyönyörű alkotások, hogy itt már tovább fejlődni is tényleg csak a képzelet határán van. De mi az, amit még meg szeretném valósítani? Mi az, amit üvegre szeretnél tenni? Hát minél több üveget és minél nagyobb felületet szeretnék kipróbálni. Tehát kacérkodom egy 100x100-assal, ott a falamon van egy 80 centis, azt hiszem, vagy 70 centis üvegkép. De hát nem nagyon vannak ezzel kapcsolatosan ambícióim, tehát csinálom és festem. Aki kedvet kap ehhez. Hogy álljon neki? Mert gondolom, itt minden háztartásban található, akár egy ablaküvegtábla, akár bármiféle üvegpolc mondjuk, és mi az a festék, ami, mert ugye ez egyedi, tehát ez a történet is, és ugye miket kell ehhez használni? Hát nagyon egyszerű most a mai világban, mert a YouTube-on, a közösségi oldalakon nagyon könnyen el lehet sajátítani, vannak csoportok is, ahol kérdezni lehet, a kreatív boltokban meg be lehet vásárolni az üvegfestékből, és olvasgatni, és gyakorolni. Mindenkit arra bátorít, hogy ne adja fel álmait, keressen, kutasson kitartóan, keresse, mi az a dolog, ami neki igazán örömet okoz.
Az MB3 nyugati csoport 27. fordulójában március 26-án a 230 km lévő impozáns Zalaegerszegi aréna szomszédságában az egyes számú műfőes pályán folytatta szereplését a Bicskei TC felnőtt labdarúgó csapata. Szép számmal gyülekeztek a hazai nézők, de a bicskei szurkolótábor is népesnek volt nevezhető a több száz kilométer ellenére. A két csapat egymás elleni mérlege számunkra volt kedvező, hiszen e mérkőzés előtt ötször találkoztunk az utóbbi években, és 3 győzelem, 2 döntetlen volt a mérleg csapatunk javára, amely a mérkőzés után 4 győzelemre gyarapodott. Így hát a papírforma egyértelmű bicskei győzelmet ígért, amelyet hoztak is a fiúk. A nem igazán méltó körülmények között csapatunk Pap, Gassner, Bozsóki, Lakatos, Vékony, Tajti, Gálfi, Marsa, Savanya, Sóron, Varga összeállításban kezdte az összecsapást. Sajnálatos módon nem sokáig élt a taktikai felállás, hiszen a második percben Tajti lendült a félpályánál, közelébből támadásra a labdával, két hazai védő közül lépett volna ki, de klasszikus ollóba fogták és súlyosnak tűnő sérülés szenvedett. Mentővel kellett elszállítani, és a helyén Sipos folytatta. Megadott szabadrugást, Sóron ívelt a kapu előterébe, Bozsóki középre fejelt, Varga 8 méterről kapura stukkolt, Németh Bence látványos Robinsonáddal mentett. 11. minútumban Vékony passzába belép Pap Csongor, Sóla tovább pattanó labdával, Varga Szabolcs futott el a bal oldalon, beadására Sóron rajtolt volna, de Sebestyén felöklelte a 11-es pont körül. A játékvezető habozás nélkül adta meg a büntetőt, amit a sértett Sóron Tibor a balra elmozduló hazai kapus Németh Ervin mellett az ellenkező jobb alsó sarokba lőtt a labdát, ezzel 0-1. Sóronnak ez a gól volt a szezon 16. találata. 31. percben a hazai Varga László remek cselek után került nagy helyzetbe, de jobblábos lövése után Lakatos az utolsó pillanatban szögletre mentett. Jobboldali sarokrúgás után Sebestyén a túloldali ötös sarkáról fejelt a léc felé. Még ebben a percben Varga Szabolcs jelezte a kispad felé, hogy sérülés miatt cserét kér, Lapos állt be helyette. A csere szerkezetváltozást is jelentett. Lapos lett a baloldali védő, Vékony pedig előbbre húzódott. 41. minutóban Pap Csongor jelentős önbizalommal terve, mint egy 36-ról szánt el magát lövésre, de a labda elkerült a kaput. Szünetben a kilátogató hazai nézők a kellemes időben jól érezték magukat, és bíztak, hogy csapatuk a második játék részben megfordítja az eredményt. Második fél idő 5. percében Pap Zsombor kapusunk gurítja Bozsókinak a labdát, aki egy csel után egy térátölelő 60 méteres labdával indítja Marsa Leventét, aki a statisztáló Tulner mellett és a kifutó német kapus mellett a kapuba lő, ezzel 0-2. Remek támadás után a magabiztos befejezés Marsa részéről, akinek a szezonban ez volt az 5. találata. A 60. percben Balabás lőtt 26-ról szabadrugást a sorfalba. A 71. percben Sebestyén az oldalvonalán akadályozta sárgalapot érően Sóront, és ez már a második volt neki, villant is a piros. 77. percben tripla csere csapatunknál Gassner, Marsa, Gálfi lemegy, helyére Denzinger, Hírman és Molnár lépett pályára. 81. minútóban a bicskei szurkolók oldalán elvégzett kornert ívelte be Sóron Tibor, a beadását Hírman tovább csúsztatta, és a bal oldalról berobbanó Lakatos pedig 3 lépéssel a hálóba pofozta a labdát, ezzel 0-3. A tükör sima győzelmet aratott a BTC az első osztályban vitézkedő Zete második csapata ellen. Az őszi 5-1-es győzelmünk után ezúttal is érvényesült a papírforma. Csapatunk végig irányította a játékot, és minden megerőltetés nélkül aratott biztos győzelmet. Mérkőzés végén a Tigers vezetés szurkolója Nagy Attila köszönte meg a nagyszerű győzelmet, és biztatta a csapatunk játékosait a következő hazai mérkőzésre. Kedvező, hogy kikaptatok 3-0-ra, hogyan tudnád értékelni ezt a vereséget? Hát úgy gondolom, hogy fájó vereség volt ez, azért, mert a Bicske ugye jobb csapat, mint mi, hiszen egy szervezett társaságról van szó, ahol fiatal játékosok, rutinos játékosok alkotnak nagyon jó elegyet, van egy csomó szögletvariációk, szabadrugás, tehát tudatos játékot játszanak, viszont ha valamilyen mérkőzésben nem volt benne egy 3 gólos vereség, akkor az a mai volt, ennek több összetevője van, úgyhogy nyilván a srácok is kicsit szomorúak, de pont azt mondtam, hogy össze egy olyan meccset játszottunk, ahol szemét egy lett a vége az eredménynek, ahol azt abszolút nem voltunk partiba a hazai csapattal, ma viszont itt nagyon rosszkor kaptuk a második gólt is, ugye történt kiállítás, de addig ugye mi irányítottuk a játékot. Az a bosszantó, hogy az első fél időben egyszer jönnek a kapunkig, abból lett egy 11-es, a második fél idő elején egy előre rúgott labdából azt elnézzük, abból van a második gól. Még egyszer mondom, hogy mondtam a srácoknak is, hogy ne szomorkodjanak, szerdán már jön a következő mérkőzés. Ami mondom bosszantó az, hogy nem csupán a vereség, hanem az, hogy ez nem volt egy 3 gólos, 3 gól különbség nem volt a két csapat közt.
Én nem szoktam foglalkozni játékvezetőkkel, de a játékvezető ténykedés az alapvetően meghatározó volt a mai napon, tehát ma rendkívül rossz ítéletek születtek szerintem, és úgy gondolom, hogy sajnos a mi kárunkra. Ez az első percben mindjárt volt egy két fiatal srác vehemensen próbált labdát szerezni, nem akartok ők sérülést okozni. Lett belőle egy olyan sérülés, amit nyilván én, mint ellenfél edzés szeretnék elkerülni, tehát hogy az ellenfelünknek ne okozzunk ilyen problémát, úgyhogy a srác remélem, hogy gyorsan felépül. Bízom benne, hogy nem lesz ez annyira komoly, mint amennyire ez látszott, de ez nem volt szándékos, és akkor onnantól kezdve a játékvezető teljesen megzavarodott, tehát nagyon rossz felfogásba vezette ezt a meccset. Meg mondom, hogy érdekes hetünk volt, a srácunk kicsit fáradtabbak is voltak, hál' Isten, hogy a közülük többen játszottak az első csapatnak a tegnapi edzőmeccsén, úgyhogy ennek nagyon örülök, mert itt az az elf, hogy a fiatalok játszanak, hiszen mi játszunk a legfiatalabb gárdával itt az NB3-ban, ma is 2006-os srác volt a pályán, 2005-ösek, 2004-esek, közülük többen tegnap pályára léptek az első csapatnál is, ami nagyon örömteli, viszont az meg ma kis ilyen fejbeni fizikális fáradtság az megjelentkezett náluk. De még egyszer mondom, összességében így a teljesítményre nem lehet panasz. Ma valahogy minden rosszul sült el. Zoli, ügyesek a játékosaid mezőnybe, de igazi gólhelyzeteket nem sokat dolgoztatok ki. Így van, nem sokat dolgoztunk ki, de a Bicske meg 12 helyen előre van a tabellán, és akkor, ha belegondolok, akkor ők se, tehát a kapunkig nem jöttek el egy 17 éves társaság ellen. Uh-huh. Ez egy ilyen meccs volt, mert azért mind a két csapat stabil, masszív volt, ugye főleg a gól után azért a vendégcsapat nagyon visszahúzott saját térfélre, ugye azért nehéz volt őket feltörni, egy nagy lehetőségünk volt ott, hogy mondjuk a Laci jobban dönt és lepasszolja a Csicsónak, akkor üres kapu gólhelyzet lett volna, de az első fél idő 1-0 után azért mi úgy éreztük, hogy több van ebbe a meccsbe, de aztán sajnos a vége nem úgy alakult. Az utóbbi időben te felnőtt csapattal foglalkoztál főleg, ezt majdnem azt lehet mondani, hogy utánpótláskorú játékosok, hiszen 18-19 évesek alkotják csapatodat. Milyen különbség van a öregebb, idősebbekkel és ezekkel a fiatalokkal foglalkozni? Hát az egy nagy különbség, ugye nyilván én azért dolgoztam ugye felnőtt csapatnál, ahol 25-30-35 éves játékosok voltak, azért a tapasztalat rendkívül sokat számít. Én mindig azt mondom, hogy fiatal csapat, ha egyszerre vannak fiatalok a pályán, az azért veszélyes, mert hogyha összejön nekik minden, ha elkapják a fonalat, akkor bárkit meg tudnak verni, ami jellemző volt ránk is, csináltunk már egy-két nagy bravút. Viszont, hogyha meg úgy alakul, hogy lesz egy kis zavar, akkor meg egyszerre zavarodik meg mindenki, akkor meg bele tudunk futni egy nagyobb pofonba, ami már az is jellemző volt ránk, tehát ezt látom a legnagyobb különbségnek nyilván, illetve az intenzitás. Most, ha nem NB1-ről, meg profi szintről beszélünk, hanem egy NB3-as szintről, azért, mivel sok a fiatal az edzések intenzitásában, meg ilyenekben azért az meglátszik. Tehát. Zoli, elég rapszodikusan szerepeltek. Mi lehet ennek az oka, és mi lehet a végső célotok a bajnokság végén? Ja, hát szerintem inkább összeszerepeltünk rapszodikusan. Most tulajdonképpen a tavaszi hány meccs volt? 7, abból 4-et veszettünk, 3-at megnyertünk. Össze voltak komolyabb problémáink, most itt a tavaszi első fordulóban Nagy Kanizsa ellen ott azért nagyon-nagyon ezt a szintet nézve azért elég érdekes, illetve úgymond nem versenyképes összetételbe játszottunk, és ott minden ellenünk szólt. Nekünk a célunk az, hogy fiatal játékosokat feladni az első csapatba, vannak ugye utánpótlás válogatottaim, ma is pályára lépett olyan játékos, aki utánpótlás válogatott 2006-osként, az ő fejlődésüket akarjuk elősegíteni, illetve az, hogy nyilván, hogy ne essünk ki. Tehát az eredmény szempontjából az azért elsődleges. Én, mint edző, meg a játékos, persze jó lenne fölkuszni 8-7. Helyig, de ugye azért a realitás az egy nagyon fontos dolog az életben, meg a futballban is, úgyhogy ezt is azért szemben elé tesszük. Zoli, köszönöm szépen az interjút, és további sikeres munkát kívánok neked és a csapatnak. Én is köszönöm szépen, nagyon sok sikert kívánok. Okay. Gratulálok a győzelemhez. Hogyan tudnád értékelni ezt a találkozót? Köszönjük szépen. Elég érdekes mérkőzés volt a mai, számunkra elég kedvezően kezdődött a mérkőzés, ugye volt egy nagyon szép fejesünk, az ellenfél kapusa egy nagyon nagyot védett, utána meg egy érthetetlen szituációban picit fölpörgettük volna a játékot, a Tajti Bazsi nagyon jól lépett be a játékba, és hátul az ellenfél két játékosa ollóba fogta, nagyon komoly sérülés szenvedve, ugye hát eleve az nagyon elkeserítő, hogy most nem tudjuk, hogy milyen hatásfokkal sérülés, és meddig nem számíthatunk rá. Hát ugye másik meg az, hogy azért az ötödik percben egyből reagálni és átírni mindent, amit megterveztünk. Utána, hogy jobb lett volna a szituáció, válni kellett a 30. percig, amikor egy sajnálatos sérülés történt, akkor is ugye cserélni kellett. Nagyon jókor rúgtuk az első gólt, én azt gondolom egy abszolút megadható 11-es volt, nem is volt kérdés, Soron Tibi szenzációsan értékesítette.
utána ugye a második csere után már azon dolgoztunk, hogy valahogy úgy menjünk be az öltözőbe, hogy majd a sorainkat tudjuk rendezni. Nem egyszerű az, amikor az első fél időben a három megszakításban a kettőt az ember elsüt. Fél időben próbáltuk rendezni a sorainkat. Gondolkodtam azon, hogy már belenyúlok akkor a mérkőzésbe, a cserékbe, de a csapat megértette azt, amit a második fél időre kértem. Tök jó mentünk bele a második fél időbe, ugye egyből rúgtunk is egy gólt. Utána én azt gondolom, hogy arra kellett ugye törekednem, hogy a harmadik megszakítást megfelelően tudjam használni. A hármas cserét alkalmaztam, és nagyon boldog vagyok, mert a három játékos mikor bejött, akkor ugye gólt is rúgtunk egyből, meg onnantól kezdve még masszívabb lett a játékunk. Az ellenfélnél ugye volt egy piros lap is, és onnantól kezdve én azt gondolom, hogy nem volt kérdés az, hogy elviszük három pontot. Egyébként ügyes csapatot győztünk le, hiszen látszott rajta, hogy mezőnyben nagyon ügyes, tehetséges gyerekek ezek az alagelszegek, csak ugye a befejezésnél hiányzott náluk a plusz. Én úgy láttam, hogy nagyon gólhelyzetük se volt talán egy, ha jól emlékszem. Aki engem ismer, az tudja nagyon jó, hogy akadémián is dolgoztam az utánpótlásban, és én annak vagyok a híve, hogy hiszek a fiatal játékosokba. Én gratulálok a Zalaegerszegnek, mert én úgy gondolom, nagyon jó munka folyik, látszik, hogy rengeteg ügyes, tehetséges játékosuk van, és ne csak az NB3-as csapatot nézzük, hanem ugye az NB1-es csapatot is. Ugye vannak ott olyan játékosok, akikkel régebben együtt dolgoztam. Igen, ezt jól láttad. Nagyon sokszor zavart is tudtak kelteni nálunk, nagyon jó dolgokat csináltak. De hát ugye azon felül, hogy ez a három pont megvalósult, amiért jöttünk, azért szeretném újra kiemelni, amit hát hetek óta büszkén mondhatom, hogy ismét lehoztuk kapott gól nélkül a mérkőzést. Én azt gondolom, hogy ez már biztos, hogy nem véletlen, kezd összeállni ez a történet. Nekünk apró lépcsőnként kell haladni előre. Én azt gondolom, hogy most lesz idő mindenkinek gondolkozni hazafelé, hogy hogy készülünk már a szerdai fordulóra, ugye van hétközi forduló. Emlékezzünk arra, hogy tavaly milyen körülmények közt kaptunk ki a Budaörstől idegenbe. Én azt gondolom, van miért revansot venni. Én azt gondolom, hogy most abban a helyzetben, abban az állapotban vagyunk, hogy ezt meg is tudjuk valósítani. De mondom, szeretném kihangsúlyozni, hogy két elég komoly meghatározó játékosunk esett most egyelőre ki. Én nagyon bízom benne, hogy csak csupa jó híreket fogok kapni, és minél hamarabb számíthatok rájuk. Az említsük már meg, hogy most hétközi forduló lesz szerdán. Hány órakor kezdünk a Budaörstől? 16 óra. Csak az, hogy a kedves nézők tudjanak róla. Még egy momentum, amit az ellenfél edzője mondott, elnézést kérte azért, amit sérülést okoztak, de mondta, hogy a játékosa nem szándékosan tette azt, amit tett a játékosunkkal szemben. Aki itt volt a mérkőzésen, tudja, hogy elég vehemens tudok lenni, de nem is reagáltam egyetlen egy sérülésre sem, mert nem gondoltam és nem is feltételeztem azt, hogy bárki szándékosan csinálta volna ezeket a dolgokat. Én egyébként hozzáteszem, hogy szerintem a játékvezetők is nagyon jól vezették a mérkőzést, jó ütembe osztogatták a lapokat, tehát ugye elég sok lap volt. Itt igazából ez egy jó parázs és jó lüktető mérkőzés lehetett volna, hogyha nincsenek ezek a sajnálatos sérülések. De mondom, amit az előbb is említettem, hogy nekem az érdek most, hogy csak jó híreket kapjuk, és a két játékosom minél hamarabb felépüljön. Csaba, tényleg voltál Boda kelleni, megy egyes mérkőzései, pár mondatot mondjál már róla, hiszen úgy látom eredmény szempontjából jók voltunk, de hogyan nézett ki a játékképet? Az miatt nagyon boldog vagyok, hogy begyűjtöttük a három pontot, az előttünk lévő csapat már kettő pontra van, nagyon szeretném azt, hogyha meg tudnánk valósítani, hogy a megye egyes csapatunk is ugye bent maradjon. Van hiányérzetem bőven, egyszerűen nem értem most egy kicsit olyan érzés a megye egybe bárkinek visszajátszani, hogy mindenki egy fusztrált lesz, pedig a tűz meg volt a játékosokban mérkőzés előtt, hogy mindent megtesztek, nagyon nehezen indult. Ott ugye sok egyéni jó teljesítmények köszönhetjük azt, hogy többek között, hogy az elején nem kaptunk gólt, ugye a Rigó Máténak köszönhetjük, és ugye a támadóinak meg azt, hogy berúgták az adódó lehetőséget. Én úgy gondolom, hogy Bodaik is ellenünk elég jó arcát mutatta, folyamatosan veszélyesek voltak a kontráik, de jó ütemben rúgtuk a gólokat, és én nem gondolom azt, hogy veszélyeztetve volt három pont. Folytatás március 29-én szerdán 16 órai kezdett el a Bicskei pályán a Budaörs ellen.